Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik érdeklődnek a Bátaszéki II. Géza gimnázium iránt. A Bátaszéki II. Géza gimnázium a 2023-24-es tanévre is két osztály indítását tervezi. Egy hagyományos, 4 évfolyamos gimnáziumi osztályét és egy 6 évfolyamos gimnáziumi osztályét. Elsősorban azokat a diákokat várjuk ide a Bátaszéki II. Géza gimnáziumba, akik képességeiknek megfelelően szeretnének felkészülni az érettségi vizsgára. Jobb képességű diákokat szeretnénk felkészíteni emelt szintű érettségire, illetve nyelvvizsgára. Azok, akik szerényebb képességűek, őket pedig a középszintű érettségi vizsgára, hiszen ez is feltétele ma már több szakma megszerzésének. Mindezek biztosítéka iskolánknak a családias hangulata, jellege, hiszen itt mi minden diákot ismerünk. Ezt szolgálják azok a nagy programok, mint például a Géza nap, a Géza gála, vagy a gimnázium éjszakája, amelyek csapatépítő jellegűek. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy következetes számonkéréssel, egy igényes oktatással megfelelő módon tudjuk felkészíteni a diákjainkat az érettségi vizsgára, az érettségi mindkét szintjére. A gimnáziumunkban a diákoknak két idegen nyelv tanulására van lehetősége, ami a német és az angol nyelv. 7. osztályban és 8. osztályban a diákok azt a nyelvet, amelyet az általános iskolában tanultak, magasabb óraszámban tanulják, heti 3 órában, a másik nyelvet, ami akár az angol, akár a német lehet, szakköri keretek között. 9-től pedig mind a két nyelvet, heti 3, illetve 4 órában. Ehhez a 3 és 4 órához hozzá tudunk tenni szakköri órákat, és 11.-12. évfolyamon pedig fakultációs órákat, melyek segítik azt, hogy a diákok 11. év végére eljussanak a középszintű előrehozott érettségéhez. Az iskola választásnál számomra nagyon fontos volt az, hogy egy kis iskolába kelljen menjek, mindenki mindenkit ismer, és mindenki jó viszonyban van a másikkal, illetve a tanárok azok mindenkit személy szerint ismernek, és mindenkinek tudják, hogy miben jó, hogy milyen képességei vannak. Nagyon megtetszett, mert igazából azt láttam, hogy itt egy olyan közösség van, amiben mindenki nagyon könnyen beilleszkedhet. Diákjaink 12-ben nem csak B2-es, tehát középszintű nyelvvizsgát tesznek, nagyon sok esetben C1-es, emelt szintű nyelvvizsgát is. Angolból én mindig a haladó csoportban voltam, és ugye itt sikerült felkészíteni engem először egy középfokú nyelvvizsgára, aztán pedig egy felsőfokú nyelvvizsgára is, és ezek sikeresek is lettek szerencsére. Iskolánkban, intézményünkben felvételi vizsgát nem tartunk. A diákokat az általános iskolából hozott érdemi jegyeik alapján fogjuk felvenni, illetve szeretettel hívok mindenkit, akit érdekel az intézményünk. November 29-én délután 5 órakor lesz egy pályaválasztási szülőértekezlet, erre hívjuk a szülőket is és a diákokat is, illetve december 9-én, ez egy pénteki nap, ekkor egész délelőttben lesz nyílt napunk, első órában egy kis ismerkedés, tájékoztatás, második-harmadik órában óralátogatási lehetőség, majd a 4. órában pedig egyéni kérdéseknek a megbeszélésére lesz lehetőség itt az intézményünkben. Akinek felkeltettük az érdeklődését, jöjjenek el, nézzék meg az intézményünket, mindenki előtt nyitva vagyunk, szeretettel várjuk a diákokat. Legfőképpen arra törekszik mindenki, hogy itt embereket neveljenek, és szerintem ez egy borzalmasan pozitív dolog.